A műsort támogatta a Berger Transport Kft. A Duna Takarékbank, a Belvárosi Csemege, valamint a Flexfény hegesztéstechnikai és szerszámkereskedőház Kft. A műsor fő támogatója a Greiner Bio Van Hungary Kft. Sorsdöntő mérkőzés várt az Eufájér Mosonmagyaróvára, amely a Budaörsöt fogadta az NB1 hetedik fordulójában. A találkozó előtt a szurkolók és a csapatok az 1956-os Mosonmagyaróvári sortűz áldozataira emlékeztek. Hajrá Mosonmagyaróvár! Hajrá! MKC! A sérülések miatt hat játékosát is nélkülözni kényszerülő kékmezes Mosonmagyaróvár Horváth Bernadett góljával kezdte a mérkőzést. Az első 9 perc egyenlő erő küzdelmét hozta, ekkor 4-4 volt az állás. A folytatásban hazai oldalon kimaradtak az itzerek, és jöttek a feleslegesnek tűnő kiállítások, ebből pedig profitálni tudott a Budaörs, amely 8-5-re elhúzott. Tillinger, Farkas és Kovacsics góljainak köszönhetően az MKC a 20. percre egyenlített, de a vezetést nem sikerült átvenni. A kapusok mindkét oldalon remekeltek, Scholz Andrea és Sipeki Flóra is bravúrra halmozott. Az első félidő hajrája a vendégeknek sikerült jobban, akik a szünetben 12-10-re vezettek. A második játékrészben sokáig tartotta egy-két gólos előnyét a Budaörs. Hazai oldalon Tillinger Tamara és a hosszú idő után támadásban újra szerepet kapó Gyimesi Kitti szállította a gólokat. Mihály Attiláéktól pedig Hornyák Ágnes és Szabadfi Ágnes volt elemében. A 40. és a 47. perc között 4-re növelte előnyét a Budaörs, de ezt követően kijött a fáradtság a vendégeken, akik szerdán magyar kupa mérkőzést játszottak a Fehérvár ellen. 21-17-es állásnál kevesen fogadtak volna a Mosonmagyaróvár sikerére, de a lányok hittek magukban. A csapat egy hősies 6-0-ás rohanással megfordította a mérkőzést, Kopecz Barbara egymaga 4 gólt szerzett ebben az etapban. A Budaörs innen még kétszer is egyenlített, de az utolsó szó a végig remeklő Tillinger Tamaráé volt, aki 5 másodperccel a Dudaszó előtt megszerezte a győztes találatot. A vendégeknek már nem maradt ideje válaszolni, így az Eufájér Mosonmagyaróvár 25-24-re győzött és megszerezte második sikerét a bajnokságban. Mérkőzés előtt az 56-os hősökre emlékeztünk, most egy picit nekem a lányok is azok voltak. Abszolút 40 percig a Budaörs uralta a meccset. Görcsösek voltunk, féltünk attól, hogy mi van, ha ez a mérkőzés elmegy, félve játszottunk. És az utolsó 20 percben egy picit a szív, elhittük, oda mentünk, azt gondolom szerencsénk is volt. Az óvári csapat legeredményesebb játékosa Tillinger Tamara volt, aki 8 gólt lőtt, de rajta kívül Scholz Andrea, Kopecz Barbara és Gyimesi Kitti is kiemelkedően játszott. Nagyon boldog vagyok, hogy meglett ez a 2 pont, mert nagyon sokat jelentett nekünk, lélektanilag már nagyon kellett, hogy pontot tudjunk szerezni. A sok sérülés, meg a sok szerencsétlenség ellenére is, úgyhogy mindenki oda tette magát, és nagyon büszke vagyok a csapatra. Bár a vendégek mestere Mihály Attila az M4 Sportnak és a Nemzeti Sportnak is nyilatkozott, a kötelező sajtótájékoztatón már nem volt túlzottan bőbeszédű. Ő és Ertől Rebeka
mindössze ennyit mondott a találkozóról. Egyetlen mondatot szeretném mondani, hogy gratulálok hazaért. Én is csatlakoznék az előttem szólóhoz, én is gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez. Az EU-Fire Mosonmagyaróvár a válogatott szünet előtt még egy mérkőzést játszik. Bognár Róberték számára november 2-án a Debrecen otthonában zárul a bajnokság első szakasza.